Gyakorlati foglalkozás a régió legjobb szakképzőiskolájában, a Gábor Lászlóban szinte meg sem érezték az energiaválságot, ezt mondta az intézmény igazgatója. Szerencsére azt tudom mondani, hogy kellőképpen felkészültünk arra, hogy a gazdasági helyzet és az energiaárak mennyire befolyásolják majd az oktatásunkat. A centrum vezetésével együtt már jó előre egy energetikai korszerűsítést hajtottunk végre az intézménybe, úgyhogy azt tudom mondani, hogy ezeket a kemény energiárakat mi nem éreztük meg. Természetesen nyilván az a takarékosságnak a lehető legfontosabb részeit azt mi is alkalmaztuk az intézményben, de ez nem befolyásolta döntően a oktatásunkat. Szerencsére azért a tanulóink nagy többsége most már duális képzésben vesz részt, így csak egy részét töltik a képzési idejüknek az iskolában, a többi részt azért a duális partnereknél vannak. Az elmúlt év rengeteg szakmai sikert hozott az itt tanuló diákok jóvoltából. A Gábor Lászlósok kitettek magukért, és bizonyították, hogy az Észak-Dunántúlon biztosan itt képzik a legjobb ácsokat, kőműveseket, vagy éppen burkolókat. Valamennyi szakmánkban indultunk a szakmai tanulója versenyen, döntősünk is lett, és nagyon szép eredményeket értek el. Ezen kívül az országos közismereti tanulmányi versenyen is humántantár csoportban országos harmadik helyezést értünk el, erre nagyon büszkék vagyunk. Volt már országos eredményünk, és ez idejében sikerült megismételni. Tanulóink részt vettek egy 3 hetes franciaországi Erasmus programban, ahol gyakorlatilag az ács képzésben résztvevő tanulók gyakorlati foglalkozásokat, gyakorlati képzéseket oktattak az ottani iskolás tanulókkal közösen. Gyakorlatilag azt tudom elmondani, hogy az idei évben is ugye a tanulóink jelentős része munkaerőpiacon helyezkedett el, azonban nagy öröm, hogy egy viszonylag nagy számban bennünket választottak továbbra is, akár egy érettségi felkészítésre, vagy akár egy második szakma megszerzésére. Az idei évre is rengeteg terve van az iskolának, az igazgató szerint az újdonságok is a diákságot szolgálják majd. Bízok benne, hogy az idei évben is a nehéz gazdasági helyzetben a partnereink, szakmai partnereink támogatására az idei évben is tudunk számítani. Nagyon sokat segítettek az idei évben is bennünket, akár szakmai anyaggal, akár új technológiákkal, új eszközökkel. Egy jelentős képzés megújítást tervezünk a jövő évben. Nem csak a 3 éves szakmai oktatásunk fog a hagyományos rendszerben folyni, hanem az idei évben a technikus képzésben is szeretnénk egy jelentős előrelépést indítani. Nem csak a faipari technikus képzést hirdetjük az idei évben, hanem most már a magasépítő technikusban is beiskolázhatunk. Emellett az általános iskolásoknak egy fontos rugalmas tanulási út az orientációs évfolyam is megjelenik. A Gábor Lászlóban végzettek eddig is nagyon könnyen el tudtak helyezkedni, vagy tovább tudtak tanulni. Most arra mindössze annyi változott, hogy az iskolából kikerülő diákok nem külföldön, hanem inkább idehaza állnak munkába.